Szép jó estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit augusztus 17-én, kedden, 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy szobortervről, a nyáresti vigadalom, illetve a művészkorzó koncertjeiről számolunk be. A Béri Balog Ádám baráti kör kezdeményezésére Rákóczi szobor készülhet, amelyet a tervek szerint természetesen a Rákóczi úton állítanak fel jövő tavasszal. A szobor közadakozásból valósulhat meg. Nagy Benedek szobrászművész már elkészült a tervvel. Nagy Benedek Móri szobrászművész műtermében mutatja az elkészült kiviteli tervét a Rákóczi szobornak, melyet Székesfehérváron szeretnének felállítani. A leglényegesebb probléma itt az, hogy itt a lovat hogyan ábrázoljuk. Ugye föntről lefelé irányuló mozgásban van a két lovas. A Rákóczi lova gyakorlatilag egy lassú ügetésben van. Tehát szakszerű akarok lenni, hogy az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a lónak egyik lába se éri ebben a pillanatban a földet. Tehát ez a lába ért el legutoljára a földre, kettő elrugaszkodott. Egy kicsit csavar a törzsén a ló, tehát a bal hátsó lábát majdnem ugyanabba a síkba rakja, mint a jobb belsőt. Tehát ez egy kis bokkolás. A bokkolás az, hogy le akarja dobni a lovas, de ő azért annyira nem táncol, csak éppen, hogy bokkol, és ezért tűnik így táncosnak a mozdulat. Tehát, hogy a legtöbb lovas szobornak számomra az a baja, hogy túlságosan szimmetrikus. Tehát egy szimmetrikus tükörtengelyes rendszer, közben a lónak a gerince oldalra is mozdul. És majdnem mindig. Mikor nálam futnak be a lovak, akkor szoktak ilyeneket csinálni. Van egy ilyen félig arab lova, az ezt nagyon szépen produkálja, ezt a mozdulatot. Úgyhogy onnan ered ez. Hogy a fejedelem, az egy kiváló lovas volt, a gyerekkora óta a Tököli mellett, majdnem a csaták helyszínén lovagolgatott. Tehát ő mondjuk egy lazán ügető lovon, stabilan, pontosan ül fejedelemhez illően. És hát itt a palástját így kimozdítottam, amilyen kicsit lefelé, puhán lefelé szálló mozdulatot jelképezik, megjelenik a kardja, akkor a kezében a jogar, ami az államiság, a fejedelemség szimbóluma. Nem tettem a fejére bocskai sapkát, mert ez a fiatal fejedelem, nem akarom, hogy a nyaka így betömörödjön, hanem egy sudár ember volt. Volt ő neki fiatalkori képe, ami látszik, hogy egy nagyon elegáns ember volt. Értelmes, nagyon elegáns ember volt. A mögötte lévő lovas hasonló, ő viszont fékez, mert úgy mögötte jön, és visszahúzza a ló nyakát, és az is nyerít, meg ez is nyerít, csak egy fordított állásban van. Tehát megjöttek a szabadságharcosok, ez a dolog. A szobor közadakozásból készülhet el a Béri Balog Ádám baráti kör kezdeményezésére. Ez is az a terület, ahol be lehet bizonyítani azt, hogy együtt könnyebb. Egy nagyon fontos, a magyar történelem egyik jeles alakjáról készül a szobor. Egy nagyon jó szobrász készíti, egy gyönyörű ló, egy méltóságos tartású fejedelem lesz, és a feliratban is szerepel a cum deo pro patria et libertate, tehát hogy a hazáért és a szabadságért. És ezek olyan nemes eszmék, hogy azt gondolom, hogy találhatunk olyan embereket, akiknek tetszik ez a gondolat, és akkor együtt közösen könnyebb lesz. A polgármester úr részéről elhangzott egy olyan kérés, hogy zsűriztessük le, művészeti zsűrivel zsűriztessük le a szobrot. Ez egyébként az év elején megtörtént, és hát Nagy Benedek nagyon komoly elismeréseket zsebelt be, mert elsősorban a lovak megjelenítése az nagyon tetszett a zsűrinek. De hát szépek is.
Vannak felajánlások, vagy vannak már befizetések, tehát az első havi befizetések azok 500 000 forintnál tartanak. Megkerestük a Videoton vállalatot, ahol, vagy vállalatcsoportot, ahol a Sinkó Otto igazgató úrral beszéltünk, és ők nagyon fontosnak tartották ennek a szobornak a gondolatát, és ők azt mondták, hogy a 15 000 000 forint egyharmadát bevállalják. A baráti kör 16 éve alakult, és néhány éve határozták el, hogy Székesfehérváron szeretnének második Rákóczi Ferencnek emléket állítani. Több éve működik egy baráti kör, aminek én is tagja vagyok. Béri Balog Ádám baráti körről van szó. Nem vagyunk beegyezve, tehát tényleg egy baráti társaság. És pár évvel ezelőtt dr. Pócos Géza, aki tiszteletbeli elnök, neki az ötlete volt, hogy kéne Fehérváron egy Rákóczi emlékművet fölállítani közadakozásból. Részben ugye ezt a rossz hírnevet, hogy Fehérvár az egy labancváros volt, tehát hogy ezt szerettük volna, vagy szeretnénk eliminálni. Hát így jött ez az ötlet, és 19-ben, és hát fölmerült több lehetőség, hogy is kikészíthetni el. Hát én keményen kardoskodtam amellett, hogy Rákócziról, fejedelemről más nem készíthet itt Fejér megyébe szobrot, csak Nagy Benedek Móri szobrászművész. És 19-ben megkerestem, találkoztunk egy kiállítás kapcsán a Bénivel, és akkor jött ez, előadtam ezt a lehetőséget, hogy mit szól hozzá, és hát kapva kapott rajta. El is készült 19-ben a viaszmakett, polgármesterot is felkerestük levélben, válaszolt is, és támogatta ezt a kezdeményezést, csak hát közben jött a pandémia, ami miatt ugye az egész program elúszott. Ugye 19 azért lett volna érdekes, mert Rákóczi év volt. Az önkormányzat is a kezdeményezés mellé állt, a szobor felállításának helyszínét közösen határozták meg, Rákóczi liget elnevezéssel közparkot alakítanának ki a domborműnek a Rákóczi úton, a titkok házával szemben. Több helyszín felmerült az évek során, végül is a polgármester úr javaslatára a végleges helyszín az a Rákóczi utcában lesz, a technikaházával szem közt, ott van egy, a Mancovoda vonalában van egy hosszú park, aminek a felújítása szeptemberre van tervezve, és hát várhatóan ez idén el is készül, már elkészült ennek a terve, úgyhogy ide készült, és hát igazából a fotomontázs is, ami elkészült, már erre a területre készült el. A fotomontázs is jól szemlélteti, hogy milyen mozgalmas és látványos megoldásokat választott Nagy Benedek szobrászművész a megvalósításhoz. Az alkotót a műtermében mindenről kérdeztük. A terv, ugye a nagy fejedelem megjelenítése, annak a szellemiségnek a megjelenítése, amit Rákóczi Ferenc képvisel, amit nekünk mond az ő személyisége. Hát nekem ez nem esik nehezemre, mert én is az önálló történelmi magyarság nevében gondolkodó ember vagyok, és a Rákóczi meg akarta őrizni azt a fajta nagyságot és önállóságot, amit mondjuk ezer éve képvisel Magyarország. Pontosan azért jutott eszembe még itt második András is, mert ugye Európában 1222-ben még nem volt törvények által szabályozott államiság. Magyarországon pedig megszületett ez a törvénnyel szabályozott államiság a Magna Chartával együttében Angliában is. De Európában Magyarország volt az élen. Úgyhogy ezt kellene valahol sugallni az egésznek. Rákóczi ezért küzdött, és mivel, hogy ugye ő Erdély önállóságát kérte a Habsburgoktól, amit nem adtak meg, ezért inkább haza se jött, és számüzetésbe vonult önként.
ló és lovas, egy visszatérő momentum lesz majd ezen az emlékművön, illetve hát egy ismert jelmondat is felkerülhet majd rá. Arra gondoltam, hogy mikor szóba került, ugye Rákóczi, hogy csináljunk egy mellszobrot, hogy a mellszobra egy commerce alaphelyzet, ami nem méltó egy gigantikus léptékű fejedelemhez, és domborműben gondolkodtunk. Ugye csináltam a Szent István Király Múzeum falára 8 domborművet, mondom, arra gondoltam, hogy annak a 2-3-szorosát kellene valahogyan megjeleníteni. És hát 30 éve vannak lovaim, nekem a ló, mint élőlény, az a zsigereimben benne van, tehát hogy meg tudom jeleníteni mindenféle pozitúrába. És elég nehéz dolgot választottam, hogy szemből jön a fejedelem lóháton, és mögöttem majdnem szemből, másik oldalról pedig a kuruc lovasságra jellemző alak. És hát ugye ők Lengyelország felé jöttek be, Magyarországba, a Kárpátok felől, egy fentről lefelé áramló mozgásról van szó, és a lejtőn ügető lovasokat ábrázolok én, és akkor ez a Rákóczi szabadságharcnak a jelképe lenne. Egy hatalmas kő is rész ennek az emlékműnek. Ahogy gondolkodtunk egy városi térbe, nagyon picike munkát nem illik csinálni, mert megeszi a levegő. Megyesi Feri bácsi mondta, hogy a lépték azért kell, a tömegek azért kellenek, mert a levegő megeszi a szobrot. Na most, hát itt ez a szobor ezáltal, hogy egy csurgói tatárkövön lenne, ami a mögöttünk látható dombormű szerint mozgatható, azáltal az emlékmű 4 méter magassá válik, vagy 4 méter 20 centi lesz kb. Egy alapkővel. Ez egy tengerfenékkő, ami egy üledékes homokkő, és nagyon szép organikus formák vannak rajta. Ezt fogja majd alakítani Nagy Benedek szobrászművész, amit a helyszínen szemléltet. Ebből a gyakorlatilag 4 méteres kőből egy 50 cm-es kiálló csúcs le lesz vágva, és így létrejön egy sík, amin állni fog ez függőlegesen. Itt, amit látsz, behasadva, az idáig ki lesz vésve. A másik felén, ahol a kisebbik lovas van, az pedig innen, ezt innen idáig egy negatív formát alakítok ki rajta. Itt körülbelül idáig egy negatív felületet alakítok ki, ebben lesz a Rákóczi fejedelemnek a alakja. A két figura ellentétes irányú mozgásban jelenik meg, ezzel is fokozza az alkotó a műmozgalmasságát. A dombormű bekerülési költsége 15 millió forint, ennek egyharmadát tehát a Videóton vállalatcsoport felajánlotta, de a közadakozás első hónapjában már 500 000 forinttal járultak hozzá a szoborhoz a fehérváriak. A gyűjtéshez a Honvédség és Társadalombaráti Kör Székesfehérvári szervezete vállalta, hogy elkülönített számlát nyit. Aki támogatásra érdemesnek érzi a kezdeményezést, az a következő OTP számlaszámra utalhat, a közlemény rovatban feltüntetve HTBK Rákóczi szobor. Ismét teltházat vonzott a nyáresti vigadalom. Buk Tibor és Vastag Tamás voltak az Öreghegyi Közösségi Ház vendégei. Folytatódott a Székesfehérvári Kulturális és Közösségi Központ népszerű programsorozata a nyáresti vigadalom. Az Öreghegyi Közösségi Ház vendége a közönség kedvenc Buk Tibor volt, aki ezúttal régi barátaival, Vastag Tamással és a horvát fivérekkel, Elemérrel és Péterrel érkezett, hogy operettdalokkal örvendeztesse meg a nagy érdeműt. Nagyon szeretjük csinálni, amit csinálunk, nagyon szeretünk muzsikálni, nagyon szeretjük az embereket, és szerintem ennek át kell, hogy valahogy jöjjön.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy ha az ember jót ad, akkor azt valószínűleg jót fog visszakapni is. Én mindig megpróbálok pozitív módon élni, nem tudom ezt jobban megfogalmazni, és akkor remélem, hogy ez lecsapódik az emberekbe. És hát, ha megnézzük a közönséget, akkor ilyenkor már nehezen fogalmazok, mert hogy így a műsor előtt már egy kicsit így az agyunk már máshol van, tehát hogy remélhetőleg ez vissza is kerül majd hozzánk a műsor alatt. Különleges pillanat lesz, hiszen Vastag Tamás a társad, illetve a horvát testvérek. De Vastag Tamás hogy került képbe? Hú, hát a Tomika nagyon-nagyon régi jó barátom. A Csabi, ugye a bátyja, énekeltünk együtt a Sing Sing Sing-ben, amikor Vastag Csabi még csak Vastag Csaba volt, egy egyszerű emberke, és egyszer behozta az öccsét, és bejött egy kisfiú. Hello, sziasztok, szevasztok, én vagyok a Vastag Tamás. És akkor így öcsi, kezeltük az öcsit, és egyszer csak egy olyan művészé, egy olyan énekessé nőtte ki magát, hogy most próbáltunk és gyakoroltunk a zenekarral, és azt mondtam, hogy ezek után én biztos akarok énekelni? Elképesztően énekel, elképesztő előadó művész, így. Cica eszem azt a csöpp, és szád, nélkülen még a mennyország is vár. Hajd, hogy kis a mennyben, cica csak üzenne, éltet kiugrom, cica. Keresünk valakit, akivel táncolt, gyere! Mondjuk én viszem az Anikót? Gyere, jó! Gyere! Vastag Tamás ismét bizonyította, hogy miért is tartják a mai magyar énekes generáció egyik legeredetibb előadójának. Fehérváron is kiderült, hogy műfajtól függetlenül csodapillanatokkal képes megajándékozni hallgatóságát. Most már 10 éve dolgozunk együtt Tiborral. A Veszprémi Petőfi Színházban volt egy Sing 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 nevezetű előadása, amiben elkezdtünk együtt dolgozni, és azóta is töretlen barátok vagyunk, úgyhogy ez már egy ilyen régi barátság. Ugye két remek énekesről van szó, aki különleges és különböző stílust képvisel. Hogy sikerül egy egységes műsort csinálni így? Hát leginkább úgy, hogy azért annyira nagyon nem vagyunk végtelenül különbözőek, inkább azt mondanám, hogy ilyen árnyalatnival vagyunk. Tehát ha én mondjuk repzenész lennék, akkor mondhatnánk azt, hogy nagyon-nagyon különbözőek vagyunk. Inkább az van, hogy én egy kicsit más felől közelítem meg ugyanazt a témát, mint ő. Úgyhogy emiatt szerintem nagyon jól meg fog férni együtt a két stílus egymás mellett, mert jobban tudjuk értelmezni azokat a klasszikus műveket, amiket elénekelünk ma. Testvérek is a mindenséget adták a bársonyos nyáresti találkozón, Eli ismét megcsillogtatta kivételes muzikalitását, az a hegedű bizony szombaton is andalító volt, ha kellett, felpesdítette a lelket. Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy újból itt lehetünk ez a pandémia után, és hát most a repertoár nagyon színes lesz, mivel itt van velünk vendégművészként Vastag Tamás, így lesz operett, lesz nemzetközi dalok is lesznek, lesz filmzene, tehát elég széles lesz a repertoár. Miként sikerült a pandémia után újra színpadra találni, hiszen ezek különleges pillanat? Igen, de miközben a pandémia időszakában mi online adtunk mindig koncertet a testvéremmel, így tartottuk a közönséggel a kapcsolatot, úgyhogy most láttam is, hogy itt rengeteg ismerős arc van, akit ismerünk, úgyhogy mi a pandémiában koncerteztünk, tulajdonképpen ilyen online koncerteket adtunk, így kézben tartottuk a hangszert is, és a repertoárt is bővítettük. Mutasd meg, Peti, így a konta mögött! A kvartett negyedik tagja a zongora mögött kiteljesedő Horváth Péter is hozta magát, olyan természetességgel kalauzolta, elmutatta meg az operettekben rejlő sokszínűséget, ami ismét elvarázsolta a nézőket.
a nézőkkel együtt, amikor együtt játszunk, mondjuk személyesen vagyunk, akkor teljesen más érzés lesz nekünk, mivel sokkal több érzelmet tudunk átadni. De a nézők fel voltak rá készülve, hogy minden vasárnap este mi online élőadást adunk ugye a Facebookos oldalon, és már előre bekészültek egy pezsgővel, vagy egy borral, úgyhogy tehát nagyon várták már ezt az estét mindig. Tehát vasárnap este 6 órakor, ha jól tudom. Miként lehet készülni, hogy egy régi baráttal találkoztok, ma ismét Buk Tibire gondolok, és itt lesz vele Vastag Tamás is, az ő barátja, a ti barátotok. Igen, igen. Hát Buk Tiborra több mint 10 éve játszunk már együtt, úgyhogy tehát szó szerint tehát kicsit rutinos már itt a fellépéseink. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy minden évben tudunk játszani. Sajnos a tavalyit, tehát ki kellett hagynunk a pandémia, de minden évben játszunk itt az Öreghegyi Műröltési Ház, úgyhogy nagyon nagy öröm számunkra, hogy itt vagyunk mindig. Az ismét teltházas koncert láttán megerősítetett, kiváló gondolat volt, hogy a Fantavilla ismét olyan vonzó műsorsorozattal várja a látogatókat, ami méltó a ház tradícióihoz. Mert ehhez van kedvünk címmel először adott koncertet stand-up-esttel kiegészítve a Gabi Kvárt. A Vörösmarty Színház művészeiből alakult zenészcsapat ezután a művészkorzó keretében is megmutatta magát. Zsúfolásig megtelt a Vörösmarty Színház kávézója, ahol varázslatos este várta a színházbarátokat. A társulat tagjaiból összeállt Gabi Kvárt zenekar különleges csemegével várta a nagy érdeműt. A társulat művészei, Varga Gabriella, Réti Anikó, Kricsár Kamil, Nagy Ferenccel kiegészülve egy egészen kivételes egyedi zenei csokorral kedveskedtek közönségüknek. A stílusos, mert ehhez van kedvük esten, szerephez jutott a színház stand-up ikonja, Andrássy Máté is. Tudják, értik? Lenni, vagy nem lenni? Színész. Mert magamat kigúnyolom, ha kell, csak hát nem kell. Színész! Komoly színész, hölgyeim és uraim, én ki nem állhatom az olcsó teátrális gesztusokat. Na jó, ne beszéljünk rólam, akkor most egy kicsit beszéljünk inkább rólatok. Miben láttatok utoljára? Jogan merülhetve bennetek a kérdés, önök benne a kérdés, hogy vajon ki ez a 2 méteres öntelt pöcs? Én csak egy színész. Éppen konstatáltam magamban, hogy nem kevesebb izgalommal jár, mint egy bemutató, sőt, tehát ugye ilyen szerepbe, bár ez nem szerep, még egyáltalán nem voltam, tehát és egy sokkal érzékenyebb dolog, mert hogy is mondjam, tehát ugye a hangon az minden hallatszik és érződik, úgyhogy azért most szerintem az adrenalin szintem azért rendesen fönt van, de közben meg nagyon várjuk, tehát már olyan régóta készülünk rá, és olyan régóta várjuk, hogy tehát ez egy ilyen furcsa állapot, hogy egyszerre nyilván itt van az ember szíve a torkában, de közben meg hát nagyon boldogok vagyunk, hogy eljutottunk idáig. Kricsár Kamilról már régről tudjuk, hogy színészi munkája mellett gitárjátékkal is kivívta a fehérváriak szeretetét, most a Varga Gabival közös dúó után ebben a nagyszerű kvartettben is vezető szerephez jutott a pódiumon. Én ezt mindig várom. Hát muzsikálni a legjobb dolog a világon, ez egy akkora mákony, hogy nem tudok mit kezdeni, ez most talán látszik is rajtam, hogy én ezt mindig kollégák, kedves kollégák még annó Zalaegerszegről mondták, hogy ez miért van, hogy amikor zenész, akkor olyan arcod van, hogy azt még sose láttuk színpadon, mert mondom, a zene az arra ráülsz, és akkor megy, és akkor az repülés. A csapatjátékos formában fogalmazta meg az est alapvető indítatását. Miért ez a cím az estének, kérdezik, mert mint oly sokan, mi is alig vártuk, hogy véget érjen a bezártság. Vártuk, hogy újra kezdhessünk, vártuk, hogy zenélhessünk. Vártuk, hogy társaságba menjünk, vártuk, hogy nevethessünk, vártuk, hogy ünnepelhessük az életet. Csak így, ilyen egyszerűen, mert ehhez van kedvünk.
fizet rajtam, cica orr, cica fül, cica bajusz, cica farok. Fiatalember, bocsásson meg, hogy megkérdem, ne haragudjon, de muszáj rá kérdeznem, maga valami perverz? Nem, doktor úr, dehogy is, színész vagyok, hát színész vagyok, ez egy jelmez. Jó, értem, színész, szóval valami perverz. Szombaton délután a verőfényes napsütésben Andrássy Máté stand-up műsorával kezdődött meg az utolsó művészkorzó a belvárosban, hogy aztán Kricsár Kamil, Varga Gabi és Réti Anikó vegye birtokba a Városház teret koncertjükkel. Annak idején dúóba is kezdtük, tehát azokat a számokat, amiket játszunk este is, meg tegnap este játszottunk, azokat tudjuk dúóba is nagy részt, és abból csipegetünk, és még jön hozzánk az Andrássy Máté is ugyanúgy, mert valakinek beszélni kell viccesen, mert különben nem fog menni, de jó lesz ez, hát nézd, ez mindig kim vagy egy téren, most még emberek is vannak, hál' Istennek, remélem nem mennek el, mit kezdünk, aztán valami kis ízelítőt adunk az estből. You are dirty, dirty man. You and that other woman, two of a kind. Aren't you forget one thing, baby? When you were doing me wrong, 'cause I'm good housekeeper. I'm gonna take my room and sweep all of the dirt now. Varga Gabi a Vörösmarty Színház színművésze sokatszor tett tanúbizonyságot kivételes tehetségéről és énekhangjáról. Csapatával ezúttal is egy egyedi, különleges zenei világba kalauzolta el a nézőket. Alapvetően ugye ez párosra épült, vagy legalábbis ott kezdődött még egy pár évvel ezelőtt. De különben nagyon sok számot lehet abszolút csak gitárral is. Most megmondom őszintén, hogy itt is, amit ma el fogok énekelni, az a koncerten is lehet azzal a dallal találkozni. De van egy jó pár olyan szám, leginkább egy ilyen blúzos vonal, aminek ugye kifejezetten az egyszál gitár az nagyon jól áll. Úgyhogy van azért a tarsolyunkban Kamillal még egy pár ilyen duett. Összegzésül elmondhatjuk, hogy az Országalma környéke minden szombaton zsúfolásig megtelt, ami nem véletlen, hiszen a székesfehérvári közösségi és kulturális központ által életre hívott találkozó nagy népszerűségnek örvendő, fajsúlyos programokat kínált. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!